Álom. Álmomban én virágmezőn jártam, ahol gyönyörű, szép margarétát láttam. Nem egy virág volt az, hanem végtelenül sok, amely egy egész mezőt beborított. A margaréták között színes virág nyílt még, és virágról virágra röpködtek a lepkék. Megpihentek ők olykor a szirmokon, közben gyönyörködtek a szép virágokon. Szomjasak is voltak, keresték a vizet, virágok bibéjén találtak is ilyet. Csöppökben volt a víz a virágokon, millió könycseppként megülve azokon. Ez a kis csöpp volt a tükör is számukra, mikor belenéztek abba, szomjukat is oltva. Ez volt az az álom, amelyből megértettem. A könycsepp nélkül mit sem ér életem. Életünk olyan volt, mint ez a virágmező, nagyon sok örömtől gyakran gyöngyöző. Sok-sok fehér virág díszítette szépre az egész családnak gyönyörűségére. Benne a virágot az öröm jelentette, fehér virágok közt színessel díszítve. A virágokon voltak könycseppek is olykor, nem egyenletesen, mint tavasszal a zápor. A könycsepp a tükör megmutatja nekünk, a szeretet nélkül szomorú életünk. Ezért hát ne féljünk sírni, szeretni. A szeretet hiányát ezzel megmutatni. Mikor Krisztus megtudta, a barátja már halott, és akit szeretetből ezért feltámasztott, előtte ő is könnyezett az evangélium szerint. Ez, ami a síróval együttérzésre int.